Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy napi horoszkóp június 30-án az indiai számítás, az indiai asztrológia szerint. Ez más, mint a mi asztrológiánk. Az időpont napkelte, mert ezzel indítunk, ezzel kezdődik a napunk. Az annyit jelent, hogy a nap a keleti határon, itt az első életházban van, az ikrek jegyében. Ez most kihat a külsőnkre, kihat a fellépésünkre, és segít abban, hogy a személyiségünket formáljuk, és ez most az ikrek jegyében van, a levegő elemében. Ez mutatja a könnyűséget, valamit tekintsünk meg játszadozva, arra is utal, hogy kapcsolataink vannak, és egy ilyen kisugárzás, egy ilyen fiatalos kisugárzás. Nem csak a nap van itt az ikrek jegyében, hanem Merkur bolygó is. Merkur bolygó kihat a kereskedelemre, kihat a kommunikációra. Jelen pillanatban visszatekintő, az lelassítja az eseményeket, de azt is közölheti velünk, hogy tartsuk meg magunkban a véleményünket. Nem kell mindent kimondani. Ez a visszatekintő mozgás jelentheti a múltat is. Tekintsünk vissza. Ez a felfele mozgó holdcsomó, az is kihat most a személyiségünkre, mégpedig mutat egy új irányt. Azt, amit mi még nem ismerünk. Itt változásokról van szó. Ez a holdcsomó mutat kármikus témákat. A kettes életházban vannak a vagyoni dolgok, az értékek, de az lehet egy belső érték is. Itt van a rák jegye, a víz elemében. Itt fontos a családi kapcsolat. A hivatásnál ez lehet egy saját, egy ilyen családos cég is. Ez akkor kihat a pénzügyi dolgokra, vagy a belső értékekre. Itt a kettes életházban található Veszta istennő. Ez egy ilyen kis bolygó a Mars és a Jupiter bolygó között. Veszta istennő, ez a Zeusnak a testvére, és uralkodik a belső tűz fölött. Ez jelentheti a szívünk melegségét, a lelkesedést, de ennek a tűz elemének, Veszta istennő hatása alatt van tisztító hatása is. Kihat most a belső értékeinkre. A harmadik életházban az oroszlán jegye, itt nincs bolygó, ez most nyugszik, ugyanúgy, mint a négyes életház, a hold átkelt az ötös életházba a mérleg jegyébe. Itt is a levegő eleméről van szó. Tehát a nap a levegő elemében, a hold a levegő elemében, az segít abban, hogy megtartsuk a belső egyensúlyunkat, a nap nyugodtan, egy ilyen könnyűségekkel telik el. Itt az ötös életházban a gyermekekről van szó, de az mutatja a mi gyermekkorunkat, az emlékeket is. Ez az ötös életház mutatja a szabad időt, azt is, hogy ilyen könnyűségekkel teljen el a nap, játszadozzunk, ugyanúgy, mint a gyermekek. A hatos életházban most nincs bolygó, ez most így nyugszik. A hetes életházban történik valami,
A hetes életház szimbolizálja a párkapcsolatot. Itt van a nyilasnak a jegye, és Jupiter bolygó, Plutó bolygó, a mi földünk, tehát kell itt a biztonság érzete. Ez a lefele mozgó holcsomó vagy kétú, ez kihalt most a párkapcsolatokra, és itt a múltról van szó, kármikus párkapcsolat vagy szerelem, egy ilyen lelki kapcsolat mély érzésekkel. Jupiter és Plutó bolygó együtt van, találkoznak, együtt hatnak. Jupiter ad nekünk lehetőséget, hogy valami megjavuljon, és Plutó bolygó mutatja, hogy bízzunk ebben, mert ez mutatja a belső erőt, és higgyünk ebben a szeretetben, ebben a párkapcsolatban, de Plutó bolygónál fontos a testi kapcsolat is, mert azt is reprezentálja. A nyolcas életházban van a halál, ez lehet egy haláleset, vagy egy örökösödési ügy, de ennek a nyolcas életháznak van egy ilyen szimbolikus jelentése, valamit be kell, hogy fejezzünk, és Szaturnusz bolygó tanít bennünk most erre, és mutatja azt is, hogy mennyire fontos, hogy valami új következzen. Tehát befejezzünk valamit azért, hogy valami új jöjjön az életünkben, mert azt tudjuk most megvalósítani. Ebben a nyolcas életházban vannak hivatalos dolgok is, pénzügyi ügyek is. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak korlátozások, de bizonyos esetekben segít abban, hogy rendezzük az anyagi vagy hivatalos dolgokat. A 9-es életházban van a vízöntő jegye Neptun bolygóval, ez utal az utazásokra, ez lehet egy tengeri út is Neptun bolygónál, mert Neptun bolygó a görög mitológiában Poszeidón, és uralkodik az óceánok a tenger felett, de ez lehet egy belső utazás is. A 10-es életházban van a halak jegye Mars bolygóval, ez mutatja a nyilvánosságot, a hivatást, itt van most erőnk, ezt most megvalósítani, vagy ezen a területen hat ránk egy férfi. A 11. életházban vannak a barátok, de a vágyak is. Itt van a kos jegye, az utalhat egy új baráti kapcsolatra, ugyanúgy, mint ahogy Uránusz bolygó mutatja a változásokat, de itt betegít bennünket valami, erre utal ez a kis bolygó Chiron, viszont azt is jelzi, hogy itt lesz egy gyógyulás. És a 12. életházban vannak a titkok, itt van Vénusz bolygó a bika jegyében, mi hölgyek legyünk most visszahúzódóak, de mivel itt vannak az ellenségek is, az lehet itt egy hölgy. Tehát legyetek óvatosak. És most a kapcsolatokról. A nap előre mozog. Végül is a mi földünk mozog, de mi innen tekintjük, és asztrológiailag úgy mondjuk, hogy ez a napnak a mozgása. És Merkur bolygó visszafele mozog, tehát hamarosan találkoznak, és erre számíthatok a következő napokban, valami kiderül, valami kivilágosodik, és itt kommunikációról van szó. A hold összeköttetésben áll Vénusz bolygóval, a hold a mérleg jegyében, Vénusz bolygó a bika jegyében, ezt úgy nevezzük, hogy quincunx aspekt. És itt nem lehet tudni, hogy mi lesz. És ezt a bizonytalanságot érezzük. Mi hölgyek, erre utal ez a Vénusz energia, vagy ez az érzés a szerelmi élet területén. Holott most nagyon fontos lenne, ahogy itt a mi földünk a párkapcsolatra utal, ez a biztonság érzete.
De ez a bizonytalanság hamarosan elmúlik. És ez volt a napi asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszonthallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!